Nagyon örülünk, hogy ezt a számtalan adófizetési közezettséget sikerült ezzel a törvényjavaslattal eltörölni. Úgy gondoljuk, hogy mind az oktatásban levők fokozottabb teljesítményét, mind a visegrádi kapcsolatokban tevékenykedők fokozottabb teljesítményét, az egészségügyi utánpótlásnak a céljait egyaránt tudja ez a javaslat szolgálni. Aki nagyobb teljesítmény nyújt, aki törekszik, azt az állam adókkal ezekben az esetekben most már nem sújtja, hanem teljes mértékben adómentesen kaphatják ezt a jutatást, hogy az oktatásban vegyenek részt, hogy az egészségügyben vállaljanak munkát, akár pedig egy művész életpályal ismeréseként.